egy talán higgadtabb, talán tudatosabb első verseny után köszöntöm a kedves nézőket, Hágyit halljátok. Megérkeztünk tehát a második felvonáshoz itt Nürburgringben. És nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy marad-e ez a tendencia a második futamra, hiszen rendkívül értékesek a pontok, a helyezések. Ez pillanatokon belül kiderül, így van Rajtrács. Nándori pincés első sor, Ádámnak nagyon jó időmérője volt. Aztán mögöttük a második sorban Molnár Kesjár. És Ádám húzhat ezzel a második helyen egy nagyot. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Aztán mögöttük Mándifi, Nagy Laci. Johnson Racing-es Mándifinak is gyűjteni kell a pontokat. Aztán a 7.-8. helyről indul Füredi Horváth. Füredit sem szabad leírni, semmiféleképpen. Aztán a 9.-10. helyről indul Manbalát, Csőke, Dezső, Metli Racing. 11.-12. Nagy Balázs, Ken és Sanyi. És a Blue Motion, nyilván nekik is kellenek a pontok, teljesen egyértelmű. Azonnal indulunk. Nürburgringer 2, nézzük azt a rajtot. Most engedik el őket. Nándori és Pincé szinte együttemben kapták el. Molnár és Kesjár vannak egymás mellett. Nem. Molnár és Pincé, és bocsánat, érkezünk a Grundighoz. És Pincé és kőkeményen megtartja a másik helyet. Az egyik Blue Motion-os Audi fordult ki, talán Ken és Sanyi volt az. Lehet, hogy mutatják, de nem biztos, hogy lesz rá ide, a Kesjár már támadja Molnárt. Elképesztően jönnie kell Kesjárnak, és jön is! Duzentai! Hát ezt néha már lekoccolta az előző futamon is, vagy épp hogy csak majdnem lekoccolta Kesjár. De súrolni biztos, hogy súrolta itt a visszafordítót. Nekem is még picit fejben meg kell nyugodni. Elképesztően fontos pontok ezek. Nyilván most Nándori vette el pontokat Kesjártól, és ezt Kesjár pontosan tudja, és jönnie kell, és jön is. Grundig. Kőkemény csata lesz. Hátralévő 19 percben pincés. Nézői kérdésként jött, hogy miért nem mutatjuk picit többet a hátsó mezőnyt? Hát igyekszünk mutatni, egy automata rendszer dobja fel, hogy kik vannak éppen csatában, és azon belül választ az operatőr, a rendező. De hát nyilván törekszünk azért mindenkit mutatni, de hát nem könnyű, főleg egy Audi TTK bajnokságban, Füredi. Aki már az ötödik, aki hetedikről indult, Füredi. Mögötte Nagy Laci. Füredi tempója nem volt rossz egyébként az R1-ben. Csőke Dezső vágódott megint ki a Grundigban. Elképesztően rövideket próbálott fékezni Dezső. Ugye ne felejtsük el, hogy a fordított Rajtrács lesz a harmadik futamon, tehát akár már azt is nézhetjük, hogy ki az, aki operál a tizedik helyre. Ilyen VTCC szisztémában. Nagy Balázs. És a Bazsi Racing nemes egyszerűséggel. Nagy Laci, mintha most egy picit tempót vesztett volna Füredi mögött. Jó tempója van Füredinek. 55 közepével jönnek Pincé, és már 55 elejében, elképesztő. Kesjár is most egy olyan jó 5-7 tized környékén követi Molnárt.
tisztes távolságból, lehet, hogy Kessler még egy picit kivár, hogy Molnár ráessen pincésre, aztán majd lerendezik egymást. Molnár tempója is jónak tűnik. De jó lenne, ha mutatnák Molnár is pincés között a különbséget, vagy inkább pincés és Nándori között. Ott a szélárnyék. Kessel most egy picit leszakadt Molnár mögött. Állat jó ez a kamerakép, csak pont a lényeget nem látjuk, amikor fordulnak. Molnár. Egyértelműen a Butenerben közeledett Molnár Dani, Pincé és Ádámra. És belső íven Molnár! Elképesztő! Kamikaze! Konkrétan blokkoltak a kerekei. Egy fél kiló gumit biztos, hogy ott hagyott a Dutzentájban. De Pincés ezt nem fogja annyiban hagyni, érkezik is Pincés Ádám. Talán lehet, hogy külsőbbről fordul majd, vagy megpróbál alá fordulni, de nem. Molnár védi az íveket. Szerintem ezt Pincés Ádám se gondolta, hogy ott bevetődik Molnár. Szépen csinálta ezzel együtt. Na Kessler, most mi lesz? Nagy Laci üldözi még mindig Füredit. Egy órán is belül vagyunk már. És Kessler a Grundigban. Kessler most gyorsabb, mint Pincés, és belsőben lehet, hogy jobb a kigyorsítása. Ne felejtjük el ott a Schöllerben, hogyha jól tudja magát pozícionálni. Meg hagy helyet neki Pincés Ádám. Gyönyörűen csinálja Kessler. Elképesztő csata. Pincés Ádám se az az elengedős fajta. Vissza is vette a harmadik helyet, de jön a Dutzentájk. Picit lekoccolt a Kessler. Így most nem lesz ideális a kigyorsítás. Kessler milyen kis lesipuskás, ott altattam őket. Szerintem egy picit ott altatta őket, nézegették is szerintem a visszapillantóban, hogy Kessler nem jön, aztán jön. Okosan, tudatosan versenyez Kessler. Pincésnek nagyon széles Grundig. Mézes Gyula a 9. helyen. Már a 8. megelőzte Kist. Eddig Csőke Dezső Kis első sor a harmadik futamra. Hihi, az úgy finom lesz. Na Kessler. Nem mutatják a különbséget, de biztos, hogy szélányékban van Kessler Pincéshez. Molnár is közben zárkózik fel. Egy pillanatra már majdnem másodpercen belül is volt. Gyönyörűen megvan a Grundig. Pincésnek széles volt megint. A Pincés 19-re 20 lapot a Grundigban. Nem tudom, miért olyan széles mindig Pincés Ádámnak a Grundig. Visszafordító. Nem értem. Megkérdezem majd Ádámot. Így is van. Ádi védi a belső ívet.
hiszen ott ma már egyszer megelőzték, de most Kessiárnak jobb a kigyorsítása, hiszen külső ívről ideálisabban tudott talán ráfordulni. A Dudson Tyke-ból. Nincs meg Ádinak ennyire masszívan az a Grundig. Egyértelműen gyorsabb Kessiár abban a kanyarban. Lassan 10-es percen is belül. És Kessiár újabb támadásban, itt nem csak a dobogó a tét. Menni kell Kessiárnak. Mi az mindenféleképpen fontos, Molnár és Nándor itt csapattársak. Valószínűleg ezt le is rádiózták, most már 2 másodperc hátrányban van Molnár. Belsőjében Kessiár, Dudson Tyke, és most jónak tűnik! Jónak tűnik! Elképesztő! Pincés kigyorsítása is jó volt. Első ívet, ha nyitva hagyja Kessiár, az nem lesz jó. Szinkronban csinálták meg a Grundigot, de menni kell, menni kell. Még Mánditi is ott megérkezhet. Saját maguk alatt vágják a fárban, a 2 E-trónus az közben elhúz. Intés belsőjében. Gyönyörűen vette vissza Pincés Ádám a 3. helyet. Vajon most mire gondolhat Kessiár? Hát nyilván arra, hogy menni kell, mert kellenek a pontok. Kessiár viszonylag biztonságban lehet, ugye Mánditi jön mögötte, tehát Mánditi majd le fogja védekezni Füredit. Taktikailag remek az R2. El kell venni Pincés Ádámtól a 3. helyet, ez egyértelmű. Mánditit mutatják Kessiárhoz, de talán teljesen értelmetlen mutatni. Nem fogja támadni. Ötvenöt elejében Mánditi. Most aránylag jól sikerült a Grundig Pincésnek, de ezzel együtt jobban fordult Kessiár. Elképesztő csata. És talán annyira nem agresszív Kessiár a kelleténél. Nem is baj. Nyilván a saját versenyét tönkre nem fogja tenni. Hetes percen is belül. Nomanditi. Azért elveszi.
picit talán pusolja azért Mándíti Kesját hátulról, picit hajtja űzi pincésre. De nem biztos, hogy ez annyira jó ötlet ott a csapattársnak a hátsójába lenni. Hagyni kell Kesját, hogy megnézze azokat a helyeket, de szerintem a Dutzentájk az egyik. De hát Pincz és Ádám meg jól védekezik. Nagyon fontos Mándíti Istinek a csapatpontverseny. Elmondta nekünk. Nagyon készül, nagyon tudatosan építi fel a versenyeket a Johnson Racing. Szokásos Pincz és Ádám szélesítés. És Mándítinek lassan figyelni kell hátulról, mert érkezik Füredi, a kék villám. A Blue Motion. Nem tud igazán ellépni Pincz és Ádám, nyilván ez a szélárnyéknak is köszönhető. Értelemszerűen Nándori Molnár 1-2, Molnár le fogja védekezni Nándorit. Nándori ezzel már 2.60 máramnyi a pontokat illeti. Tökéletes munkát végez eddig Nándori Márk és az Audi e-tron. Igen, mutatják, lényegében annyi történik, hogy a Zeppelinben talán picit ellép Pincés. Megérkezik ugyan mögé Dutzentájkban, de talán most van annyira közel Kesjár, hogy esetleg egy komolyabb támadást be tudjon vinni, de résen van Pincz és Ádám. Pedig most elég közel volt. Na majd most talán. Egy kontakt azért volt a betonfal, az nem volt ideális. Külső ívről esetleg jobban alá fordulni. Pincz és Ádám elképesztő. Sokkal tudatosabb a Grundig. Nem engedi, hogy belsőjében ott benézzen, de most megint széles! Külső kamerát kellene mutatni! Gyönyörűen csinálják. Tudom, hol lehetne megelőzni Pincz és Ádámot, de szerintem Kesjár se tudja. Vajon most mi mehet a rádióba? Pincz és Ádám player of the game. Nem lehet megelőzni Pincz és Ádámot. Mutatják megint a különbséget, de Grundigban megint figyelni fog Pincz és Ádám. Szépen levédekezi szűken, nem engedi, hogy mellé érjen. Gyönyörűen védi az íveket Pincés. Talán esetleg a Zeppelinben, hogyha rá tud gyorsulni. A Schöllerből kifele jövet.
Mandeti feladata pedig egyértelműen Füredi offenzíváját lefogni. Na azért még várjuk meg azt a másfél percet, mert Kessler még itt robbanthat. Főleg Mandeti fedezékében. Külső kamerát kérnénk, köszönjük szépen. Haha, pici és Ádám annyira szűkön akarván fordulni, hogy a kerékvetőre is ráteszi a balost. Füredi viszont lehet, hogy elindul. Füredi lehet, hogy elindul. És Mandeti bajban lesz. Füredi nem lesz ennyire óvatos. Elképesztő tempóban érkezik Füredi. És a Blue Motion. És lesz még egy kör. Kessler és Pincés, Kessler belsőiben, és lehet, hogy a Dotson tájban megcsinálja utolsó kör. Gyönyörűen csinálta Kessler, addig-addig erőszakoskodott, amíg betette. És megvan a harmadik hely. Talán megvan. Elképesztően szoros befutó. Nándori Molnár, Kessler, Pincés. Füredi nagy, Mandeti. Nándori eddig perfekt. Molnári a leggyorsabb kör, az itt le a kalappal Molnár előtt is. Taktikailag szépen csinált az Audi e-tron. Szép munkát végeztek, de a Johnson Racing is. Drop the bass.